A kormányhivatalok június 17-től várják azokat a diákokat, akik regisztrálni szeretnék magukat a nyári diákmunka 2024 programba. A regisztrációt követően a támogatott időszak július 1-én indul, és augusztus 31-éig tart. A kormány immár 11. éve támogatja a tanulói jogviszonnyal rendelkezőket a munkahelyeken való elhelyezkedésben a nyári szünidő idején. Összesen 3,8 milliárd forint áll rendelkezésre az idejében, és nagyságrendileg ebből egy olyan közel 20 ezer fiatalnak a foglalkoztatását fogjuk segíteni. A foglalkoztatók azok tulajdonképpen két fő pilléren vannak, az egyik az önkormányzatok, illetve az önkormányzatoknak az intézményei és egyházak. A másik láb pedig a versenyszféra, és a versenyszférán belül pedig a mezőgazdaság, a turizmus, a turisztika, a vendéglátás, és most idei évtől először az erdőgazdálkodás is, az állami, illetve magánerdők is adnak ugye ilyenkor sok feladatot, és nekik is lehetővé tettük azt, hogy foglalkoztatóként megjelenjenek a programban. Comba Sándor hozzátette, az önkormányzatok 100%-os bértámogatást kapnak, de ott a diákok legfeljebb napi 6 órás munkaviszonyt létesíthetnek. Ezzel szemben a versenyszféra foglalkoztatóinál akár napi 8 órás munkaviszony is lehetséges. Itt az állam a bérek 3/4-ét vállalja át, a maradékot a munkáltatónak kell hozzátennie. A kormányhivatalok mellett különböző diákmunka közvetítő szervezetek is rendelkezésre állnak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, amelyek nem csak nyáron, hanem az egész évben segítik a fiatalok munkavállalását. A nyíregyházi tapasztalatok szerint egyre népszerűbb a részmunkaidős állások keresése a diákok körében. Már legális a diákmunkavégzés 15 éves kortól, viszont akkor még nagyon-nagyon korlátozottak a lehetőségek, viszont már amint betöltik a 16. életévüket, törvényileg és a munkalehetőségek szempontjából is sokkal nagyobb a diákok mozgástere. Majd ha már betöltötték a 18 éves korukat is, akkor már korlátok nélkül vállalhatnak diákmunkát. Jelenleg ugye most 1534 forint az órabér. Viszont vannak olyan esetek, ugye, mikor erre még rájön egy műszakpótlék, erre még rájönnek különböző bónuszok, plusz juttatások, szóval így alakul a diákok bére legtöbb esetben. Ez azt jelenti, hogy ha egy 18. életévét betöltött diák heti 40 órát tud dolgozni a nyári hónapok folyamán, akkor egy hónapban átlagosan 160 óra munkavégzéssel és SZJA mentességgel számolva nettó 245.440 forintot vihet haza Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Mozgi Járosi Dorina hozzátette, az órabérek mellett egyes munkáltatók béren kívüli juttatásokat is biztosítanak a munkavállalóknak. A teljes képhez hozzátartozik továbbá, hogy a fővárosi diákmunka órabérek a versenyszférában akár a 2000 forintot is meghaladhatják, és ez havi nettó 300.000 forint vagy e fölötti jövedelmet jelenthet a szorgalmas diákok számára. A közvetítő irodavezető azt mondta, gyakran előfordul, hogy a tanulók az iskola elvégzése után pontosan azokon a munkahelyeken folytatják karrierjüket, ahol diákként már pozitív tapasztalatot szereztek.